Na, megjött a vaka-vaka. Lehet, hogy külön neked, Zsolt. Tegnap hiányoltad. És hát, megjött a Seven Nation Army is. Igen, ez egy teli találat választás. Ugye a Shakirának a dala a 2010-es dél-afrikai labdarúgó világbajnokságnak volt a hivatalos dala. És hát én nagyon örülök neki, hogy Devon Petersen idézőjeletével lenyúlta ezt a dalt. Nagyon nagy sókat szokott nyomni. Volt egyszer egy olyan European Tour forduló, ahol egymással játszottak Peter Wright-tal, és oda-vissza táncoltak egymással a bevonulásnál. Nagyon mókás jelenet volt. Egyébként egy igazi móka Miki. Tényleg egy ilyen központi figurája a dárcos közösségnek. Amikor ő ott van, akkor tudja, hogy nem szabad, hogy rossz hangulat legyen, mert gondoskodik róla, hogy mindenkinek mosolyt csaljon az arcára. És nem mellékesen rengeteget fejlődött a játéka az elmúlt időszakban. És hát ha esetleg közvetítik az ötödik földrészen, vagy a fekete földrészen ezt a mérkőzést, akkor nagyon sokan megnézik a meccsét szerintem Afrikában. No, és akkor Petersen nyerte a buradobást, tehát ő nyitja a találkozót. Tulajdonképpen jól beszáll egy dupla 16-ossal. Dupla 20-szal Gerven, és jön egy tripla 20 is neki gyorsan, 100. Ugye ötször nyerte meg ezt a versenyt Michael van Gerven. 180! Hoppá, az első a dél-afrikaié. Szóval ötször nyerte meg Gerven ezt a versenyt. Ötször a Premier Ligát, ötször a Players Championship-et és ötször a Masters-t. Nem akármilyen eredménysor, ugye a három világbajnoki cím mellett. És még mindig nagyon sok ideje van. Ugye folyamatosan hasonlítgatják őt Phil Taylorhoz, hogy meg tudja dönteni azokat a rekordokat, akár a 16 világbajnoki címet, akár a 16 World Match Play címet, akár a 11 World Grand Prix címet. Közben 149-e dupla 16-ot rontja el végül. Én nem azért, mert gyengébb játékosnak tartom van Gervent, mint Phil Taylort, de én nagyon kevés esélyt látok egyébként ezekre a rekorddöntögetésekre. Egészen azért, mert sokkal sűrűbb a mezőny. És nem sikerül megoldani a kiszállót Devonnak. Nem. Viszont nem lesz meg a 133 van Gervennek sem. Na, de esetleg mégis hozhatja így Petersen. Újonc ugye ezen a versenyen a dél-afrikai. Igen. És megvan egy 16 nyilassal a kezdés. Szokása szerint itt ráncolja a szemöldökét vagy a homlokát. Van Gerven is neki lát. Közben kaptam egy kis információt Mihály Andrástól, a Magyar Dárc Szövetség főtitkárától. Ugye beszéltem már korábban a WDF Virtual Cupról, ahol a magyar válogatott is képviseli hazánkat. Kis kiegészítés, hogy a csoportban 11 mérkőzést játszanak le a játékosok, és két férfi játékosunk, Kovács Patrik, valamint Balló Sándor már lejátszottak 10 mérkőzést ebből a 11-ből. Patrik 8-2-es mutatóval áll, úgyhogy az ő esetében nagyon jó esély mutatkozik arra, hogy ki fog jutni a csoportból. 180! Ugyanis az első 4 helyezett jut ki a csoportból. Balló Sándor sajnos pont ellentétes mutatóval rendelkezik, neki 2 győzelem mellett 8 vereség csúszott, de úgyhogy valószínűleg ő már nem fog tudni tovább jutni a csoportküzdelmekből. A hölgyeknél Csombó Krisztina 8 mérkőzés után 5-3-as mutatóval áll, ami azt jelenti, hogy még 3 meccse van neki vissza, miközben van Gerven megoldja a 9-szeres kiszállót, gyönyörűen ezzel egyenlít egy 14 nyilassal. Tehát Csombó Krisztina 5-3-mal áll, és
még mindig van neki vissza három mérkőzés, három nagyon-nagyon fontos mérkőzés. Pop Noémi Angéla egyelőre három meccset játszott le, sajnos egyelőre mérkőzés még nem sikerült nyernie, de nagyon bízunk benne, hogy ez a sorozat is meg fog szakadni. 180! Azért megnézte Ross Bray még egyszer, tényleg benne volt-e? Úgyhogy szumma szummárum, nagyon szurkolunk a magyar válogatottnak, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Úgyhogy továbbra is nagyon-nagyon sok sikert mindannyiuknak, jó játékot, eredményes játékot. 140, szágult Peterson, majdnem 107-es átlaggal. Oh! Csodálatos kerekítés, 170 pont maradt a 171-es kerekítővel. De nem valószínű, hogy lesz sansza. De lesz sansza Van Gervennek rápróbálni. Big Fish-re. Bravúros lenne. Megvan az első tripla. A második is. Oh! Nem sok híja volt. Hát ha valaki képes ilyenre, bármikor az ő. Dupla ötös Peterson. És vezet. 2-1. Ő is dobott egy 14 nyilas takát csak az előzőlegben, Michael Van Gerven. 60. Szép. Azonnal látszik azért, hogy Peterson nem áldozati báránynak jött ide. Rá tud tenni még egy lapáttal. Egészen elképesztő számok mind a két oldalon. Igen, eddig egy őrült flugos futam az egész. Elképesztő tömegeket dobnak. Megint jön a 171. Jön bizony a 171. Ez a világ első. Tényleg hihetetlen, amit csinál. És megint megpróbálhatja a 170-ről. Igen, és ráadásul van rá ideje, mert Devon nincsen kiszállón. Nem lesz meg a 170. Ó! Oh! Robin Hood. Hova hajította a másodikat? Beleállt a táblában álló nyílba. Marad a 90. De van egy 138-al, 52-re teszi le magát. Nincs mese, Van Gervennek ezt meg kell csinálni. 54. Ez elég komoly magabiztosságra utal Van Gerven részéről, viszont én úgy gondolom, hogy ez most egy blödség volt, a szettjébe kerülhet. Megvan a 20-as kerekítő. Dupla 8. Még egy nyíl, és nem sikerül megoldania. Ha nem úgy a holland. És megvan a dupla 18 első nyíla. Ebben a helyzetben ugye tegnap láttuk Jermaine Wattimenánál, akinek nem is nem hogy a szettje, hanem egyenesen a mérkőzése került abba a hibába, hogy 90 pontnál, miközben az ellenfél kiszállón volt, nem a 20-asra kezdett, hanem megpróbált bulldobni. Nagy hiba Peterson-nél az elején. Az igen. Nagyon hangos kamán most ugye hallatszódik is. Igen. Tekintettel arra, hogy nincsen közönség. Most van benn Peterson. Jön a tripla. 100. Nagyon magas színvonalú eddig ez a találkozó, mind a két játékos oda teszi rendesen magát. 140. Ezúttal nem jön a 180. Van már belőle három Devon Petersonnek. Érdekes, hogy Michael Van Gerven még nem dobott 180-at a mérkőzésen. Nem, de a tömegdobás az szédületes. Igen, bár mondjuk most egy úgynevezett bogey numbert hagyott magának, ugye ez egy olyan szám, ami 170 alatti, viszont nem kiszálló. Viszont Peterson nem tud élni a lehetőséggel. Nem, úgyhogy van ideje lejönni 125-tel, akár 40 pont. Nem, 137-tel, 28-ra. Nagyon szép kerekítés.
És így hozhatja az első játszmát a kopasz holland. 116 marad. És akkor a Mansour. No. Igen. Harmadik nyíllal megvan, és egy hatalmas Mansour üvöltés. 1-0 Van Gerwennek hátrányból. Ugye 2-1 ebben a játszmában. Ivan Petersen vezetett. De hát amikor kellett, akkor ritmust váltott Gerwen.